Mit szeretnél? Magyarosabb a videókat hoztunk. Cuki vagy. Nagyon ügyes vagy. Mindjárt túl tudsz lépni a reklámon. Figyelj, már lehet is. Azaz. Ott a Csaba. Nagyon-nagyon rossz, akkor ennél szörnyebb dolgok is tudnak történni az országban. Ügyes vagy. Ő Thomas. Egy 12 éves kisfiú, aki imád szaladni, jogázni, lovagol, és mellesleg autista. És én úgy kerültem vele kapcsolatba, hogy az édesanyja novemberben átküldte nekem ezt a videót, és elmesélte, hogy Thomas az egyik legnagyobb nézőm, és gyakorlatilag mindegyik epizódot újra és újra és újra nézi. De ezen kívül természetesen egy rakás ennél izgalmasabb dolog történik az életében, például 5 éve a Suhany Alapítvány futója, és amikor először elment oda, akkor olyan nagyon sok mindent még nem tudott egyedül csinálni, aztán csatlakozott a többiekhez, és gyakorlatilag elsőre lefutott 3,5 kilométert. Ez a sikerélmény kinyitotta Thomas számára a világot, aki autistaként persze fél bizonyos új helyzetektől, de valójában meg nagyon is nyitott a világra, és nagyon is kíváncsi arra, hogy mit tartogat számára az élet. És Adrián elmesélte, hogy a kisfia Thomas nagyon szeretne találkozni vele, ami őrült módon megható dolog, hiszen annyi mindenkit kiszúrhatott volna magának, de valamiért pont az én videóimat nézi egyfolytában. Úgyhogy a mai adásban véletlenül összefutunk Thomasszal az utcán. Na gyertek! Szia! Szia! Magyar Orsi Csaba! Thomas? Nagyon örülök! Szia! Hova menjünk? Gyere, vigyél! Nem vagy a főnök. Oda? De figyelj, nem tudok ám mennyit futni. Mutasd meg a futópadod. Megmutatod? Oké, szuper. Akkor kimegyünk a Margit szigetre. Ennyi volt a Suhany, igaz? Figyelj, fel kéne venni a kabátot. Thomas, nincsen cipő, nincsen kabátunk. Miki Egér, hallgassuk meg, hány órát mond. 10 óra, 13 perc. Szóval végül kimegyünk a Margit szigetre, mert Thomas oda akart menni, a Suhany majd megnézzük valamikor máskor szerintem. Hát te tényleg tudod az utat? Nem először mész a Margit szigetre. Még jó, hogy nem mentem el a mai edzésre, amire el akartam menni. Így fogunk kijutni a Margit szigetre is? Ez oké? És azt jól hallottam, hogy te lovagolsz is, hogy van valamiféle lovaglás is? Igen. Most télen az is elmaradt, de egyébként igen, lovagol, jogázik, úszik. És ezeket különböző helyszíneken, ugye gondolom? Igen, az úszás és a futás az a Suhanynál van, a lovaglás pedig a joga, az külön. És hogy hívják a lovat? Kedves. Kedves. Ez egy jó lónév, szóval az ember nem ijed meg tőle annyira. Nem egy retteletes, mint mondjuk Fekete Vihar. És az autizmus az tulajdonképpen mit jelent? Hogy ha el kéne magyarázni valakinek, aki még nem találkozott ezzel a jelenséggel, csak még megnézte az első ember Dustin Hoffmannal. Hát igen, sajnos. Próbál valamilyen téves következtetést levonni, tehát hogy mi igen, a valódi hát az autizmus az igazából autizmus spektrum zavar, így nevezik, és egészen az ágyban fekvő 24 órás ellátást igénylő autistáktól a zsenikig, akik önállóan képesek élni. Ő például sokkal rugalmasabb autista, mint amit az emberek gondolnak egy autistáról, tehát hozzá lehet érni. Mondjuk régen ez nem volt így, meg most is nyilván ő dönti el, hogy mikor, de hogy teljesen nyitott és rugalmas a változásokra, nem mindenben, tehát vannak olyan dolgok, amik mindig ugyanúgy kell történnie, és az ad neki biztonságérzetet, hogy mindig ugyanott és ugyanúgy kell aludni, ugyanúgy megy az esti program, a fürdés, a műsorod nézés például.
éves kora után kezdett el járni, vagyis futni. Aha. Tehát, hogy ő akkor nem sem járt. Nem volt átmenet. Nem volt átmenet, egyszer elengedte a falat, és elkezdett szaladni. Akkor annyira kiszorultunk a társadalomból, Tamásnak a viselkedése miatt, és ugye annyira nem tudtunk vele sehova menni, akár egy játszótérre se, hogy még a suhanyhoz sem mertem elmenni. De miért? Mi volt a probléma? Hát mindenhonnan kinéztek minket, beszóltak, ugye látványos volt, hogy mondjuk nem tud járni, vagy éppen nem tud beszélni, hanem fura hangocskákat ad ki. És ezért a suhanyhoz sem mertem elvinni, pedig ahogy megkerestem őket levélben, rögtön megkaptuk a választ, hogy szeretettel várnak minket. És végigfutott az első suhanykört itt a Margit szigeten. Ami 3,5 kilométer. Így van. És azóta mi itt vagyunk. Olyan jó, hogy ti is fújtattok. Nem csak én vagyok elfáradva. Egy valaki nem fáradt el. Mi? Csak frissít. A napszőnyeges amorózó. Futás közben hogy megy? Iszol a szeldobod a porrat és rohansz tovább? Körülbelül? Hát körülbelül igen. Addig pihen egyébként minden versenyen, amíg iszik. Addig a pár másodpercig. Ő nagyon szeret egyedül is lenni. Nagyon szeret elmajolni magában, videókat nézegetni, újságokat lapozgatni, de közben meg igényli azt, hogy legyen változatosság, legyen nyitottság, és hogy valaki bemenjen az ő világába, de ugye ő nem feltétlenül tud kezdeményezni, most már igen. Jó, de ez mondjuk nagyon sokban nem különbözik attól, ahogy én gondolok a világra, hogy néha szeretek elvonulni, néha szeretek emberekkel lenni, és nem feltétlenül. Igen, csak ő nem mindig tudja kifejezni azt az igényét, hogy mondjuk nem akar egyedül lenni. És például Niki Talk programmal kommunikál, illetve PEX kártyákkal. Ez de hogyan működik? Hát ez úgy működik, hogy a Niki Talk program az olyan, mint a PEX kártya, csak ki is mondja helyette. A PEX kártya hogyan működik? A PEX kártyát használják az autisták, amin képek, fotók, rajzok vannak, kinek mi az, amit meg tud érteni, és ugye ő azzal tud kérni, mondjuk, hogyha éhes, akkor hozza az enni kártyát. És mindent ért, amit mondasz neki? Többnyire. Többnyire. Nem minden, de elég sok mindent ért, igen. De viszont nagyon gyorsan tanul. Az autistáknál még az is nagyon jellemző, hogyha valaminek nagyon-nagyon örül, akkor az is egy olyan erős érzelem, mint mondjuk a félelem, és attól is ki tudnak borulni. Ha így nagyon felpörög valamitől boldogságában, akkor ott is le kell állítani, nem azért, hogy ne legyen boldog, hanem hogy egy olyan nyugalmi állapotba hozni, hogy utána esetleg ne boruljon ki, tehát hogy ne telítődjön. Illetve az is jellemző, hogy sokszor azt látod, hogy mondjuk egy autista belemegy egy monoton tevékenységbe, akár lehet egy körbe-körbe futás, autókerekének a pörgetése, bármi, és úgy látod, hogy jól érzi magát, és ez nagyon sok esetben nem igaz, csak ő nem tud ebből kijönni, és nem tudja lekommunikálni, hogy ez nekem rossz, vagy félek, vagy nem tudok kilépni a helyzetből, és te azt látod, hogy ő mosolyog, és csinálja azt folyamatosan ugyanazt a mozgást. Nagyon sok munkánk van abban, hogy ő ennyire nyitott, és ez nem volt soha könnyű munka. Tehát, hogy például nagyon sokszor volt, hogy tudtam, hogy valamit nagyon szeretne, vagy valóban nagyon szeretne elmenni, de nem fog akarni, mert hogy fél bemenni, mert új hely, nem tudja, mi lesz ott, új emberek, és olyankor mi mindig erőltettük, hogy de menjünk be, oldjuk meg a kezdeti sírást, dürohamot, félelmet, és utána, amikor sikerült megnyugtatni és megszokta a helyzetet, akkor pedig boldog volt. Illetve nagyon sokat nyitott a világ felé is a suhany által. Hát ugye például a futóversenyek, amiket ő imádja, hogy van rajt és cél, és kap érmet, és ő ezt megcsinálja. Na de milyen egy futóverseny? Tömeg, zene, zaj, volt, tehát neki ez egy kín. De egyszerűen mindig túl kellett rajta rendülnünk, mert vagy nem visszük el egy ilyen versenyre, és akkor nem lesz meg a pozitív élmény se, vagy pedig elvisszük, de akkor kőkeményen át kell rendülnünk azon, hogy ő retteg, dühöng, fél, bármi, és persze minden egyes rajtnál megfogadtam, hogy soha többet, de ahogy elindultunk, és láttam rajta a boldogságot, tehát egyértelmű volt, hogy következő alkalommal is rajthoz állunk. Teljesen megváltozott a világról alkotott képem, tehát, hogy ami mondjuk más idegeskedik, vagy kiborul, vagy szorong, az, tehát nekem teljesen mások a prioritások, és nem csak azért, mert hogy mondjuk az átlaghoz képest esetleg nagyobb problémáim vannak, hanem inkább az, hogy nála, ami másnak természetes, hogy mondjuk odajön és megölel, az nálunk hatalmas csoda. Sokkal több apróságot veszek észre a világból miatta is, vagy érte, illetve amikor mondjuk volt időszak, hogy nem volt autónk, és reggel kellett iskolába mennünk, akkor még messzire jártunk suliba, és reggeli tömegközlekedés, hát ez egy horror volt, főleg egy autistának. És akkor csak attól, hogy most ott volt egy mozgó lépcső, ő boldog volt. És akkor megtanított téged is és akkor arra, hogy igen, hogy mennyi minden olyan van a világban, aminek örülhetnénk.
de észre se vesszük, mert a mókuskerékben benne vagyunk. Én úgy gondolom, hogy az élet hozzáállás kérdése. Tehát, hogy most, hogyha nekiállok sírni, vagy nekiállok örömködni, attól a helyzetem nem változik, max jobban érzem magam, ha az utóbbit választom. Ez nem egy rózsaszín köt, csak hát nyilván szeretem a gyerekemet, és szeretek vele együtt lenni, és én tök örülök, ha őt boldoggá tehetem, hisz mi mást adhatnék neki? Uaj, de ügyes vagy, te ott voltál bent! Mi is idejöttünk. Nagyon ügyes vagy, milyen bátor vagy. És milyen jó, csak 450 forintba kerül egy víz. Ugye én a szimplába 750-ért vettem. Futni megyünk? Futunk még egy kicsit? Nem volt elég, mi? 11 óra, 5 perc! A busz. És akkor Tomasz gyakorlatilag, amit meglát, azt lekommunikálja? Jól veszem észre, hogy semmi se kerüli el a figyelmed? Egész nap beszél, igen. A saját nyelvém. De ti ezt értitek minden további nélkül, nem? Többnyire tehát persze. Tudjátok, hogy... Meg ő különbözőképpen használja a hangocskáit, tehát hogyha valaki megismeri, akkor szerintem nagyon jól meg lehet őt érteni, mert van hanglejtése, különböző hangocskái, és kezd fáradni. Jó. Egy picit azért örülök rám, hogy elfáradunk. Én is elfáradtam, nem csak te, Tomasz. Menjünk? Várjál, kisfiam, várjál! Nem, mi leléptünk. Elmegyünk futni még egy kicsit, vagy mi a tervünk? Köszönöm, hogy kihoztál a Margit szigetre. Nagyon régen voltam itt utoljára. Úgyhogy tök jó, hogy elhoztál. Anyáikat lehagytuk. Azt látod, hogy ott vannak mögöttünk? Tartják mögöttünk a tisztes távolságot. Egy kicsit megpihentek? Jól látom, hogy most kihasználjátok a lehetőséget, hogy csak úgy andalogjatok kettesben? Igen. Szerelmesek ott hátul andalognak. Meg itt sportolunk elől. Nagyon szívesen! Ugye én is aspergeres vagyok, és miközben én nagyon igénylem a fizikai érintés, tehát hogyha én kiborulok, nekem nagyon jól esik, hogyha valaki átölel és megnyugtat, de ott a kamera. Itt a kamera. Itt van. Itt van velünk. Igen, azaz. Igen. De hogyha vannak olyan kiborulásaim, amikor viszont nem bírom elviselni, és nem tudnám megfogalmazni, hogy akkor pont miért nem azt igénylem, csak azt tudom, hogy felrobbannék, hogyha akkor valaki hozzám érne, és inkább menekülök, és inkább egyedül vagyok. Aha. Akkor te ezt egy jóval enyhébb formában, de ugyanúgy átéled. Én tudok viselkedni, inkább azt mondanám. A lány autistákat nem nagyon diagnosztizálták, és most kezdenek erre figyelni, hogy nem a fiúkra jellemző, ahogy hitték, mert hogy belőlük van több, csak a lányoknál az autizmus teljesen más. Ők meg tudnak tanulni viselkedésformákat egy filmből, vagy hogy valakit leutánoznak, és tudják, hogy kell viselkedni egy munkahelyen, egy iskolában, egy hivatalban, egy szórakozó helyen. Nem megyünk most sehova, csak sorolom. És akkor tudják, de hogy ettől nekik nem lesz könnyebb, nyilván, csak ők nem. Ők tudnak úgy viselkedni, hogy ne ott boruljanak ki, ahol mondjuk mindenki látja őket. Persze ilyen is van, nyilván. De hogy én ezt inkább otthonra szoktam tartogatni, amikor na, hát akkor elfáradok. A szerencsések, ugye? Van egy süket cicánk is, úgyhogy apa lóg ki a sorból nálunk, mert ő neurotipikus. Neurotipikus? Hogy valamit azért összegyűjthetnél, valamit felmutathatnál te is, mert nagyon le vagy maradva a család többi tagjához képest. Ez így nagyon uncsi lesz. Nem baj. Neki szerintem nem az. Jól értem, akkor Tomasz rájött arra, hogy én hol lakom. Igen. Abban néhány részedben, ami a videóban volt. Igen. De hogyan? Ennek mi a? Fotomemóriája van, és úgy tud fókuszálni, ahogy egy átlagember nem pont emiatt. Ezből adódnak mondjuk azok a problémák is, hogy ugye nagyban nem tudja látni vagy felfogni a történéseket. Viszont ennek a pozitívuma pedig ez, hogy mondjuk azokból az apró részletekből ő összerakta, hogy hol laksz, és mindig megmutatja, ha arra járunk. De olyan szinten, hogyha csak a Suhanyba megyünk képedzésre, onnan is be tudja tájolni, hogy merre van a ház, és merre kéne menni. Elképesztő, onnan én nem találok haza. Thank you.
de jó nap volt. És tök érdekes volt az elmúlt két órában figyelni a szülők reakcióit, Thomas reakcióit, és megismerni azt a világot, amiben ez a 12 éves srác él. Ami nyilvánvalóan nem kevesebb, mint amilyen, csak más. Igen, és amikor megosztottam ezt a felfedezésemet a szülőkkel, ami nyilvánvalóan rendkívül gyermetek, és ők már 10 éve túl vannak ezen, akkor csak helyeselni tudtak, és egy nagyon érzékletes példával tudták elmagyarázni a helyzetet. Szóval nem arról van szó, hogy Thomasnak nincsen operációs rendszere, csak más az operációs rendszere. És ahogy egy Mac-es programot sem tudsz telepíteni egy Windows-os gépre, vagy ahogy egy Windows-os programot nem tudsz egy Mac-es gépre telepíteni, ugyanúgy nem lehet Thomasnak az intelligenciáját mérni a hagyományos eszközökkel, amiket ránk szabtak. De attól még egyértelműen érti, hogy mi történik körülötte a világban, és nagyon is megéri mindezt érzelmileg, ahogy azt a mai nap is tapasztalhattuk. Szóval köszönöm még egyszer a szülőknek és Thomasnak ezt a szuper két órát, mi meg tudjátok, találkozunk jövő hét hétfőn, ami kedd. Sziasztok!